Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? A hajó az jelenti a reményt. Ő reménykedik abban, hogy írsz neki. Vagy ő tervez valamit, például egy utazást, és ír neked. Lehet, hogy lesz egy meghívás, mert külföldön él. Vagy szeretne téged meglátogatni. Itt egy hírről van szó. Persze, ez a levél jelentett szerződéseket is, és a hajó jelenti ehhez a reményt, hogy ez a hír megérkezik, vagy ez a szerződés, azon kívül jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között, hiszen ő az iker lángod, ott van a kapcsolat, ez a levél, ez lehet egy telepátikus kapcsolat is. És a második kérdés, hogy hogyan érzi magát? Hol így, hol úgy. Van, amikor süt a nap, jól érzi magát, jó a kedve, van, amikor ez a kasza elvágja ezt az állapotot, és akkor szomorú, tehát változik a hangulata. És mit fog tenni? A horgony jelenti a biztonság érzetét. Ő úgy gondolja, hogy nálad le tud horgonyozni. És itt lesznek köztetek fontos beszélgetések, hiszen a madarak szimbolizálják a kommunikációt, és a kivetésnél megjelenik a nap is. Ő szeretne veled valamit tisztázni. Mi fűz össze benneteket? A virágcsokor. Az jelentheti a te szépségedet, egy szép környezetet, egy kellemes meglepetést, egy ajándékot, vagy egy meghívást. És ez az ajándék, ez a meghívás lehet egy külföldi utazás is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!